Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jele Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Felmondják a szerződést, új kivitelező fejezheti be a Szekszárdon épülő úszodát. Többet fizet, aki nem fejlesztett, bajba kerülhetnek az energetikai korszerűsítéseket kihagyó önkormányzatok. Kis gurmé tábor, a vendéglátás rejtelmeibe vezették be a gyerekeket. Fajta bemutató és szakmai nap, őszi búza és árpa fajtákról tartottak előadást a gazdák számára. Felmondja Szekszárd az épülő úszoda kivitelezőjével kötött szerződését, erről döntöttek csütörtökön a megyei jogú város közgyűlésén a képviselők. Azt szeretnék elérni, hogy a beruházást az állam vegye át, majd a későbbi üzemeltetést is. Azt mondják, erre ígéretet kaptak. Sok tekintetben jogos is lenne az az igény, hogy a sok éve húzódó úszoda ügyet nyílt ülésen tárgyaljuk meg. Mégis zárt ülésen akarták tárgyalni az épülő úszoda ügyét az Éjjel-Szekszárd frakció tagjai. Ezzel viszont nem mindenki értett egyet. Zaják Rita, a polgármesteri tanácsnok például azt mondta, éppen ők kampányoltak korábban átláthatósággal. Szerintem itt nyugodtan lehetett volna nyílt ülésen tárgyalni ezt az egészet, hiszen közpénzről van szó, közpénzmozgásról van szó, egy megállapodás született. Végül mégis zárt ajtók mögött döntöttek a képviselők arról, hogy az úszoda építésének befejezését új vállalkozóra bízzák. Ehhez első körben ki kell még fizetni az eddig elvégzett munka egy részét, az államnak pedig visszautalni a megmaradt támogatási összeget. Ezeket követően kerülhet át a központi költségvetéshez az építkezés. Volt egyeztetés a két frakció közt, ezen részt vett a Horváth István úszodaügyi képviselő is, és megegyeztünk, megállapodtunk Szekszárd érdekébe, a szekszárdi emberek érdekébe úszodát szeretnénk. A képviselők azt szeretnék elérni, hogy az úszodát ne csak felépítse az állam, hanem később üzemeltesse is. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere azt mondja, a cél, hogy a helyiek minél előbb használatba vehessék a létesítményt. Bízom benne, hogy rövid időn belül ezek a szerződésmódosítások és ezek az előterjesztések teljesülnek, és akkor rövid időn belül meg lehet ebbe a végleges döntés. Zaják Rita szerint érdemes lett volna ezt a döntést akár már sokkal korábban meghozni. Ezt a megállapodást véleményem szerint két hónappal ezelőtt is meg lehetett volna hozni, ugyanígy sokkal kevesebbe került volna, és nyertünk volna 2 évet, az azt jelentette volna, ugye, hogy mostanra már talán állna az úszoda. A mostani döntéssel tehát vélhetően elhárul majd az akadály, hogy a szekszárdi úszoda építése folytatódjon, és a munka rövid időn belül be is fejeződjön. A 2023-as büdzsé, a rezsicsökkentés és a honvédelem költségvetése, ezek azok a legfontosabb gazdaságpolitikai irányok, amelyeket számokba foglaltak, mondta a pénzügyminiszter az országgyűlés szerdai ülésén a 2023-as költségvetési törvényjavaslatot ismertetve. Varga Mihály hangsúlyozta, a kormány a 2023-as költségvetés forrásait azokra a célokra fordítja, amelyek a magyar embereknek a legfontosabbak, vagyis a családok támogatására, a nyugdíjak védelmére, a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzésére, az ország biztonságának megerősítésére, a munkahelyek megóvására és az újak létrejöttének a támogatására. És nem utolsó sorban arra, hogy biztonságos növekedési pályán tartsuk a gazdaságot. Tehát megkívánjuk védeni az eredményeinket, tartalékot képzünk, segítünk ebben a családoknak és a vállalkozásoknak abban is, hogy folytassák a megkezdett beruházásaikat, és csökkenteni kívánjuk a kockázatokat. A 2023-as büdzsé mindezeknek megfelelően a rezsicsökkentés és a honvédelem költségvetése. Meghosszabbították a falusi csok határidejét. Egyrészt a falusi családi otthon teremtési kedvezmény eredményessége, másrészt pedig a kistelepülések népességszám csökkenése miatt a kormány ez év december 31-ig meghosszabbította a falusi csok igénylésének a lehetőségét. A jó hírt Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos jelentette be a közelmúltban. A Központi Statisztikai Hivatal és a Belügyminisztérium adatai alapján a falusi csokos településeken 2012 és 2019 között a népességfogyás 0,93%-os volt, amíg 2019 és 2021 között ez a szám mindössze 0,37%-ra csökkent, vagyis lassult a tendencia, de a falusi népesség ezzel együtt még mindig fogy.
Jelentősen megnőhetnek a kiadásaik azoknak az önkormányzatoknak és cégeknek, amelyek az utóbbi években nem hajtottak végre energetikai fejlesztéseket. A legtöbbjük ugyanis hamarosan kiesik a rezsicsökkentés nyújtotta kedvezményekből. Az elszálló energiaárak miatt a későn ébredőknél akár tervezett fejlesztéseik is elmaradhatnak. Napelemek a Nagykónyi önkormányzati konyha tetején. Itt az elmúlt időszakban a legtöbb középületen energetikai fejlesztést hajtottak végre, és sok helyre ilyen napkollektorok is kerültek. A hivatal évekkel ezelőtt lépett be a rezsicsökkentésbe, hamarosan viszont egy jogszabályváltozás miatt már drágábban, piaci áron kapják majd az áramot. A korábbi beruházásaiknak köszönhetően őket ez nem terheli meg különösebben. Fejlesztések során arra ügyeltünk a legjobban, hogy minden költségünket, ami addig jelentkezett egy évben, azt akár fűtésben, hűtésben vagy villamosenergiában csökkentsük olyan szinten, hogy a napelem a 100%-ban meg tudja termelni ezeknek a fogyasztóknak az energiaigényét. És akkor egy ilyen lazább rendezvényt, mint mondjuk egy születi felvonulást, azt simán innen le tudunk vezényelni, nem kell külön áramot kérni a szolgáltatótól. Kétjen az önkormányzati épületek annyi ipari áramot használnak, hogy annak idején ők nem léphettek be a rezsicsökkentésbe. Évek óta annál valamivel magasabb árat fizettek az áramért. Most viszont ők járhatnak jobban, mint azok, akik eddig olcsóbb díjért kapták azt. Kétjen ugyanis már most évekre előre le van kötve fixárasra az energiadíj. Azért itt el lehet gondolkodni, hogy lehetséges, hogy ha most kínálják meg a versenypiaci árakkal az önkormányzatokat, az szerintem nagyon-nagyon húzós lesz, ahogy most hallani a médiába, illetve a sajtóba, hogy milyen energiaárak vannak. A mostani kormányhatározat a kis- és középvállalkozások jelentős részére is vonatkozik. Várhatóan már a nyár második felétől közülük sokaknak is többet kell majd fizetni az áramért, mint eddig. A VOSZ elnöke szerint nagyjából 30-40 ezer cég élt eddig a rezsicsökkentés lehetőségével. Kólya József, a Tamásiban található építőiparral foglalkozó Tambau Kft. Ügyvezetője azt mondja, ők eddig sem élhettek a kedvezményes árral, ezért olyan fejlesztéseket hajtottak végre, amikkel csökkenthető a számlájukon szereplő összeg. Egy kis erőmű fogalmat használnám, a tetőterünk, illetve a lapos tetőnk. Telephelyünk új csarnokán, ez gyakorlatilag az elektromos energiahordozónk maximális fogyasztói kapacitását, tehát a felépíthető maximális kapacitáson működik, tehát ebben is én azt gondolom, hogy kevésbé vagyunk érzékenyek. Hogy pontosan mikor szűnik meg az önkormányzatok és a cégek jelentős részét érintő rezsicsökkentés, az egyelőre nem világos. Szakértők szerint erre várhatóan még a nyári hónapokban sor kerülhet. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak száma 4.686.000 volt, májusra a foglalkoztatottak átlagos létszáma egy év alatt 99.000-rel 4.693.000-re nőtt, közölte csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 87.000-rel, a külföldön dolgozók pedig 18.000-rel nőtt, a közfoglalkoztatottaké minimálisan 5.000-rel csökkent. A 15 és 64 év közöttiek foglalkoztatási rátája 74,2% volt, 1,9% ponttal magasabb az egy évvel korábbinál. A 15 és 24 év közötti fiatalok foglalkoztatási rátája 0,7% ponttal 26,9%-ra csökkent. A vendéglátó szektorral kapcsolatos tábort szervezett a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara általános iskolás gyerekeknek. Az egyhetes programot, ahol a fiatalok kipróbálhatták többek között a cukrászatot és a vendéglátás egyes ágazatait, térítésmentesen élvezhették. A sárgarépa nagy ügyek, mindig elvágjuk félbe, könnyen kezelhetőlegen. Szépen itt csinálsz neki egy kis talpacskát. Idén már második alkalommal szervezett kis gurmé tábort a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara 10 és 14 év közötti általános iskolás gyerekek részére. A táborban 22 fiatal vett részt. Nóri annyira élvezte a tavalyi programokat, hogy úgy döntött, ez alkalommal is csatlakozik. Volt magyar nap, akkor ilyen rántott ételeket készítettünk, meg krumplipürét, meg volt lángos is, akkor volt amerikai nap, amikor hamburgert készítettünk sült krumplival, meg hotdogot,
és ma pedig voltunk egy szakásnál, meg most cukrászkodunk. Vörös Mária pályaorientációs tanácsadó azt mondja, szeretnének hagyományt teremteni a táborból, ahol különböző játékos feladattal és versenyen keresztül ismertetik meg a gyerekekkel a vendéglátó szakmát. Nagyon jó, mert minden nap szinte ők maguknak készítik a reggelit, az ebédet, így már otthon majd a szülőknek is egy kis segítséget fognak tudni nyújtani, és azért valljuk be, hogy ők az a korosztály, aki majd ugye most belelép ebbe a középiskolai oktatásba, és akkor már lehet, hogy sokkal nyíltabban állnak a vendéglátás ágazathoz, és akár lehet a jövő szakácsait, illetve pincéreit neveljük ki. Az egyhetes tábor az Innovációs és Technológiai Minisztérium hozzájárulásával valósulhatott meg, itt térítésmentesen élvezhették a diákok. A magyar gazdaság idei első negyedéves 8,2%-os növekedése azt mutatja, hogy a magyar gazdaság ma erősebb, mint a vírusos időszak előtt volt, mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára szerdán. Mencer Tamás hangsúlyozta a kormány elkötelezettségét a munka irányába, az is mutatta, hogy még 2020-ban elindította a versenyképesség növelő támogatási programot azon vállalkozások megsegítésére, amelyek a világjárvány alatt is vállalták, hogy beruházást hajtanak végre, és hajlandóak voltak a meglévő munkahelyek megőrzésére. Hozzátette, a járvány alatt 1434 vállalat beruházását támogatta a kormány, ennek révén 1700 milliárd forintnyi beruházás valósult meg. Az intézkedéseknek köszönhetően 280 ezer munkahelyet sikerült megőrizni, illetve létrehozni. Őszi gabona fajta bemutatót és szakmai napot tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei szervezete és a Déli Agrár Szakképzési Centrum Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum Szakképző Iskola és Kollégium. A szakmai előadásokon szó esett a növényvédelmi aktualitásokról és az idei gabona piaci kilátásokról. A terepbejárás során pedig egyes fajok jellemzőit ismerhették meg a termelők. 9 vetőmag előállító cég több mint 80 fajta gabona növényét mutatták be a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei szervezete és a Déli ASC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium által szervezett fajta bemutatón és szakmai napon. Fülöp Mónika, az iskola igazgatója elmondta, a bemutató célja, hogy a környékbeli gazdák meg tudják nézni, hogy azonos körülmények között milyen eredményeket lehet elérni a vetőmagjaikkal. Ez a munka már elkezdődött ősszel, nyilván a talajműveléssel. Október végén, október közepén vetettük el a vetőmagot. Ebben segítségünkre volt a Mezsi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, tehát kooperációban tudunk dolgozni, és azt gondolom, hogy nagyon szép képet mutatnak a táblák. Őszi árpát és őszi búzát nézhetnek meg ma a gazdák. Király Gábor, az intézmény szakmai oktatója úgy nyilatkozott, a 4 méterszer 3 méteres mezoparcellákba vetett gabonanövények termelési eredményeit betakarítás után közszemlére teszik majd mindenki számára. Ez nagyjából 2 héten belül várható. A magas hozamra való törekedés bizonyos talajművelési eljárásokkal, agrotechnikákkal nem biztos, hogy abban az irányba hat, hogy csak a vegyszerezéssel kell megoldani a növényvédelmi problémákat kártevők, kórokozók ellen, ugyanis ők is az intenzivitással együtt nagyon sokat tudnak fejlődni, és ez itt ugye problémákat jelent. Előzetes becslést ugyan már végeztek, de aratás után derül ki pontosan, hogy melyik fajta gabona hogyan teljesített hozam tekintetében az idén. Nem mindennapi felajánlást kapott a Katasztrófa Védelmi Központi Múzeum. Horváth Béláné, az egykori paksi tűzoltó parancsnok Horváth Béla özvegye, férje elismeréseit és emlékérmeit adományozta a múzeum részére. A tárgyak ünnepélyes átadásán Berki Imre, a Budapesti Múzeum igazgatója is részt vett. Horváth Béla egykori paksi tűzoltó parancsnok özvegye írja alá azt a hagyatéki okiratot, amelyben felajánlotta néhai férje kitüntetését a Katasztrófa Védelmi Központi Múzeum részére.
Horváth Béla, aki 1967-től 1989-ig töltötte be a parancsnoki pozíciót, komoly szakmai életutat és elismeréseket tudhatott magáénak, amit most özvegye az utókor számára ajánlott fel. És most, amikor már a kegyeletel emlékeznek meg róla, úgy gondoltam, négy dédunokám van, de ne játsszák el, mert hogy méltó helyre kerüljön. Ezért címekért, a kitüntetésért a férjem nagyon megdolgozott. Berki Imre múzeum igazgató örömmel vette a felajánlást, hiszen ilyen egész életpályát bemutató hagyatékok ritkán kerülnek a múzeum tulajdonába. Van értéke, minden kitüntetésnek darabonként van értéke, Vaterán bárhol lehet vásárolni, de itt nem az egyes kitüntetések értéke számít. Ez így egyben egy életutat bemutat, és így viszont már felbecsülhetetlen értéket képvisel. Berki Imre azt is elmondta, hogy a múzeumba helyezés során különös figyelmet fordítanak arra, hogy a kiállított kitüntetések mellett olvasható legyen a néhai tűzoltóparancsnok életútja, munkássága, hiszen így válik személyesebbé a hagyaték. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Hidroplán a Balatonon 83 év után élesztenék fel a turisztikai látványosságot. Kicsi nagykövet és kicsi attasék tehetségkutató versenyt rendeztek Baranyában. Különleges állatok a tónál, ritka teknős fajokat is láthatnak a pihenni vágyók. Nyolcvanhárom év után láthattak újra az érdeklődők hidroplánt a Balatonon. A Cessna 206-os tesztrepüléseket végzett Balatonlelle térségében. A szervezők szerint, ha a jogszabályi feltételek is adottak lesznek, újraindulhat ez a látványos turisztikai szolgáltatás a tónál. Kedden a Keszthelyi öbölben, szerdán pedig Balatonlellei vizeken tesztelték a hidroplánt, míg Keszthelyen a szél segítette a repülő mozgását, Balatonlellén teljes szélcsend uralkodott a vizen. Most gyakorlatilag a teljes szélcsendben sokkal kevesebb referencia alapján kellett repülőgéppel irányítani, és ez plusz kihívás volt, de megoldottuk, hál' Istennek. Az alapítók célja, hogy újraélesszék a 80 évvel ezelőtti vízi légi közlekedést a Balatonnál. Én nem gondolom, hogy attól kéne bárkinek tartania, hogy itt el fogják lepni a repülőgépek a Balatont, erre abszolút semmilyen tervünk nincs. Egyszerűen az, hogy elő tudjon fordulni hidroplán a Balatonon a jövőben, ezekünk bőségesen elég, és ezen dolgozunk. A helyi vállalkozások szerint a kezdeményezés egy újabb lehetőség arra, hogy szezonon kívül is élményprogramokat biztosítsanak az ide látogatóknak. Akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kiegészítője lehet akár a gasztronómiának, akár az aktív kikapcsolódásnak, vagy bármilyen olyan programnak, amire a Balaton nagyon is alkalmas 12 hónapon át. A megvalósításhoz azonban még hiányzik a jogszabályi háttér, és ki kell dolgozni a biztonsági kritériumokat is. Azt gondolom, hogy elegendő lehet akár a műszaki és életmentő, illetve tűzoltási feladatokra felkészíteni és kinevezni egy szervezetet, mi ezt különben szívesen vállaljuk. Az alapítók tervei szerint júliusban tovább folytatódnak a tesztrepülések a hatóságok bevonásával, ezúttal az északi parton. Tabletet, helyi finomságokat és a baranyai értékeket bemutató naptárat kaptak ajándékba azok a gyerekek, akik megnyerték a Kicsi Nagykövet elnevezésű verseny Baranya megyei fordulóját. Több százan jelentkeztek a megmérettetésre. A Magyarság Kicsi Nagykövet program Baranya megyei eredményhirdetését és díjátadóját tartották meg Pécsett. A gyerekek a megyeházán vehették át ajándékaikat. A Villányi Radnai Gyula lett Baranya Kicsi Nagykövete. Ő betegség miatt online kapcsolaton keresztül vett részt az eseményen, így a kicsi attasék meséltek tapasztalataikról. Az első fordulóban online csatákat kellett vívni más emberekkel, a második fordulóban vagy egy videót, vagy egy PPT-t kellett készíteni a megyédről. Azért jelentkeztem, mert kíváncsi voltam, hogy milyen lesz, nem hittem, hogy megnyerem, de most mégis. A verseny célja segíteni a diákok önfejlesztését, kreativitását, tehetségük kibontakoztatását, hogy sikerélményre és elismerésre tegyenek szert, motiváltabbak legyenek a tanulásban, és büszkék legyenek magukra, származásukra. Több százan jelentkeztek a megmérettetésre, akik szűkebb, tágabb lakóhelyükkel kapcsolatos ismereteikről adtak számot.
10-12 éves baranyai fiatalokat szerettünk volna megszólítani. Ezek a fiatalok 3 fordulón keresztül mérhették össze a tudásukat. Többek között olyan kérdésekre kellett válaszolni, mint a megyenek az értékei, helyi értékekre kérdeztünk rá, megyei példaképekre, Baranyát jellemző természeti értékekre. Elhangzott, hogy a megyei fordulót jövőre is szeretnék megtartani. A most győztes diákok az országos versenyen fogják képviselni Baranya megyét. Nem csak strandidőben kínál kikapcsolódást a Balaton és környéke, a tótól néhány kilométerre különleges teknősöket és madarakat is látni. A Kőrös hegyi teknős parknak közel 300 lakója van, a legfiatalabb egy, a legidősebb 112 éves. Ez a teknős, a keshelyű teknős, a világ legnagyobb édesvízi ragadozó teknőse, 187 kilós volt a legnagyobb példány, amit bizonyította és elfogad a tudományos társadalom. A legnagyobb harapású állat a világon, 1 tonna per négyzetcentiméterrel képes harapni, úgyhogy csontot, mindent visz. Tehát nem csak fáj, hanem csonkol. Ez a Közép-Amerikából származó teknős csak egyike a különleges állatoknak a Köröshegyi Teknős Parkban. Ez a két aldabrai óriás teknős is figyelemre méltó. Az egyik 9 éves és 51 kiló, a másik pedig 8 évesen 42 kilót nyom. Azonban nem csak súlyuk miatt érdekesek, mondja Pécsi Tibor, a Teknős Park tulajdonosa. Bizonyítottan a leghosszabb életű állatok egyike. Élt egy aldabrai óriás teknős a szingapúri állatkertbe, 1751-ben került be felnőttként, és 2006-ban 255 év után halt meg. A 6 éve működő teknős parkban jelenleg közel 300 állat él, de augusztus végére a szaporulatokkal 200-zal nő a számuk. A Köröshegyi fél hektáros területen a látogató megcsodálhatja a különböző fajhoz tartozó teknősöket, a kicsiktől az óriásokig, a ragadozót ugyanúgy, mint a növényevőt. Jó reggelt, kicsim! Papagájok, fácánok, pávák, récék és díszbaromfik is élnek a Kerekiben működő balatoni madárkertben. 130 faj, 450 egyede található itt, de a tenyész időszakban akár duplájára is nőhet a számuk. Általában a papagájokra el lehet mondani, hogy a legerősebb csőri madarak, nagyobb a csőr magassága, mint a hossza, ezért nagyon nagyon tud elszorítani, roppantani. Az arapapagájok, az megtöri a diót, a magyarót. Most ugye magyaróval tudom demonstrálni, mert a dió nem fér be a rácson, de azért viszonylag gyors történet, tehát a török magyarónak a héjával nem sokat vaszakolnak, úgyhogy már ott is van a csőrébe és már rákcsálja. Az ismertebb madarak mellett a többi között fehérpáva, csupaszarcú hokkó, fényfácán és rózsapapagáj is él Kerekiben. A madárpark azonban más állatok otthona is. Azzal, hogy a Balaton mellett vagyunk nyári turisztikai programként, és a régió turizmusát népszerűsítjük, és így azért vannak állatsimogatók, a törpenyuszék fönt, pónikat lehet a gyerekeknek simogatni, lehet kengurút etetni, de összességében azért a profilunk, ez egy tematikus park, és a tematikánk az bizony a madarak köré épül. Olyan madarakat tartunk elsősorban, amelyek díszmadárként bárki által odahaza tarthatók. Idén egy trópusházzal is bővült a Kereki madárkert, így olyan egyedek is láthatók itt, amelyek korábban nem. Végül nézzük Főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Felmondják a szerződést, új kivitelező fejezheti be a Szekszárdon épülő úszodát. Többet fizet, aki nem fejlesztett. Bajba kerülhetnek az energetikai korszerűsítéseket kihagyó önkormányzatok. Kis gurmé tábor, a vendéglátás rejtelmeibe vezették be a gyerekeket. Fajta bemutató és szakmai nap, őszi búza és árpa fajtákról tartottak előadást a gazdák számára. Pénteken alapvetően napos idő várható, ismét 30 fok körüli több felé a feletti maximum hőmérséklettel. Este éjjel nyugat felől egy újabb hidegfront érkezik, hatására ekkor szorványosan kialakulhatnak kisebb záporok. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!